Ez történt júniusban. Tyukodon termelői piacot adtak át, Kisvárdán korszerűsítették a kórházat, a Tiszán pedig árvízvédelmi gyakorlatot rendeztek. Vármegyei évértékelő, a nehézségek ellenére sikeres évet zárta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat. 4 milliárd forint fejlesztésekre 2024 őszéig 10 beruházás valósulhat meg Nyírbátorban a TOP Plusz támogatásából. December 25-én, karácsony első napján köszöntöm Önöket, Jézus születésére emlékezik ilyenkor a keresztény világ. A hagyományok szerint a családok már megajándékozták egymást. Van, ahol szenteste, de van, ahol csak ma reggel találhatták meg a karácsonyfa alatt a gyermekek a meglepetéseket. Kezdődik a Kölcsei Televízió híradója. Erősödött a helyi gazdaság, az egészségügyi ellátórendszer és az árvízbiztonság is 2023. júniusában. Folytatjuk az év fontosabb eseményeit összefoglaló sorozatunkat. Tyukodon termelői piacot adtak át, Kisvárdán korszerűsítették a kórházat, a Tiszán pedig árvízvédelmi gyakorlatot rendeztek. Új termelői piac nyitotta meg kapuit június elején Tyukodon. A zárt és nyitott térrel is rendelkező vásárteret csak nem 100 millió forintból alakították ki. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, az átadó ünnepségen arról beszélt, az új piac azért is fontos a helyieknek, mert színvonalas közösségi szinteret jelent számukra. Az itt találkozó emberek nem csak eladnak, vásárolnak, hanem elmondják a problémáikat, érdeklődnek egymás problémái iránt, és a mai 21. századi társadalomnak a legnagyobb problémája az, hogy nem érdeklődünk egymás iránt, elmegyünk egymás mellett. Vannak ezek a régi romantikus időszakra való visszaemlékezések, mint például én a kocsmát hoztam, vagy annak idején még szerettem kuglizni járni, meginni egy popa sört, vagy éppen felbrizni egyet a csapattal, mert jó volt mással, barátokkal jóban lenni. Június elején készült el a hatalmas 3000 négyzetméteres üzemcsarnok Fehérgyarmaton. A létesítménybe vállalkozások költözhetnek, erősítve a helyi gazdaságot. Az önkormányzati beruházás összértéke 1,1 milliárd forint. A Fehérgyarmati csarnok átadóján Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter azt mondta, a térség jól használja fel az uniós forrásokat. Az elmúlt 15 évben csak nem 15 milliárd forint pályázati lehetőséggel értek az itteni önkormányzatok és vállalkozások. Örvendetes tény az, hogy itt Fehérgyarmaton és a térségben egyre élénkülő gazdasági aktivitást láthatunk. Csak ha az Európai Uniós forrásokat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy még a 2007-13-as időszakban 5,5 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás érkezett ide különböző operatív programokban. A 2014-20-as időszakban ez már 9 milliárd forintnyi Európai Uniós program megvalósulását jelentette. Egyértelműen dinamikusan bővül az itt élő közösségek aktivitása, a gazdaság, de nem csak a gazdaság, hanem a társadalmi élet egyéb szereplőinek aktivitása is. Árvízvédelmi gyakorlatot tartottak június 7-én a Tisza és a Túr találkozásánál Tiszabecsen. Azt próbálták el, hogy milyen lépésekkel lehet megvédeni a térségben élőket akkor, ha a Kárpátok felől hatalmas árhullám éri a régiót. A gyakorlat után Román István, a vármegye főispánja azt mondta, minden érintett szervezet a vízügyesektől a katasztrófavédelmen keresztül a rendőrségig bizonyította, hogy meg tudja védeni a lakosságot az árvíz pusztításától. Azt gondolom, hogy az itt élők számára egy óriási öröm és nyugalom az, hogy az elmúlt években ehhez hasonló fejlesztések zajlottak a felső Tiszavidékén, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mind az emberi élet, mind pedig a javak azok nagyobb biztonságban legyenek. Úgy látom, hogy azok a szervezetek, akiknek a feladatuk az, hogy baj esetén üzemeltessék ezeket a végműveket, felkészültek arra, hogy ezt meg tudják tenni. Nagyon fontos a mi esetünkben a Felső-Tiszavidékén, hogy ezt a lehető leggyorsabban megtegyük, mert az idő az bizony egy árhullám esetén az rendkívül szűkös lehet. A nyári szezon kezdetén adták át a korszerűsített strandot Tiszalökön. A programban a strand mellett a kenyérgyári horták turisztikai fejlesztése is megvalósult, csaknem 232 millió forintos keretből. Mi itt konkrétan Tiszalökön egy 232 milliós fejlesztést valósítottunk meg, akkor is az elsők között, úgyhogy már több éve mi ezt megvalósítottuk és használjuk, az előnyeit élvezzük.
a Holtágon történtek fejlesztések, illetve itt a Tiszai Szabad Strandon, vagy Szabad Vízi Strandon pontosabban. És nagyon örülünk, a vendégek is nagyon örülnek, ez a sátor is, ahol most vagyunk ebben a majdnem nyári időben. Ez is annak a fejlesztésnek a része, de nagyon sok eszközbeszerzés történt, vízpartrendezés, megújuló energiaforrásokkal, úgymond a közvilágítás kiépítése, és a Holtágon is például rokkant horgászhelyek kialakítása, ott is kandeláberek, amelyek napelemesek. A Tisza és mellékfolyóinak szennyezettségét is csökkenteti az ukrajnai Jánosiban épülő hulladéklerakó, amely az elkövetkező 30 évre képes megoldani a terület hulladékgazdálkodási problémáit. Hangzott el a projekt júniusi nyitórendezvényén. A Zero Waste beruházás a Beregszászi járásban segíti a kárpátaljai hulladékgazdálkodás fejlesztését az Európai Unió és a magyar kormány külön támogatásával. Egész Magyarország tudhatja, hogy milyen nagy probléma itt Kárpátalján a környezetszennyezés. Ennek egyetlen oka van, hogy nincsenek modern hulladékfeldolgozók, nem létesültek ilyenek az elmúlt 30 évben, mióta Ukrajna független, és most a háborús időkben még messzebb került ennek a kilátása, hogy az ukrán államnak legyen ereje ilyesmibe investálni. Ezért született meg az a döntés, hogy közösen Kárpátalja és közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egy ilyen beruházást indít, aminek nyilván van egy magyar és egy ukrajnai lába is. Az ukrajnai lábnak a kiépítése indult most el. Megújult a Szent Damján Görögkatolikus Kórház központi laboratóriuma is a nyáron. Korszerűsítették az eszközparkot és az épületrészt annak érdekében, hogy gyorsabban és biztonságosabban végezhessék munkájukat a dolgozók. Korábbi években összeraktuk, hogy a kórházunkban milyen fejlesztésekre van szükség, és ennek az egyik lételeme volt a laboratóriumnak a felújítása. Itt mind az építészeti felújítás, mind az eszközfelújítás szükségessé vált, és 2018 nyarán indult el ennek a szervezési, tervezési folyamata. Ennek első lépcsője az volt, hogy megállapodást köthettünk a Szatmár-Bereg megyei kórházzal, a Szatmári megyei sürgősségi kórházokkal, és ebben a rohus pályázati forrás keretén belül tudtunk olyan mennyiségű forrást elérni, amely a saját fejlesztési igényünknek a eléréséhez, kielégítéséhez elegendő volt. A fejlesztése több partnerintézménnyel közösen a Magyar-Román Együttműködés keretében pályázott a Kisvárdai Kórház. A beruházás összköltsége meghaladta az 1 millió eurót, melyek jelentős része uniós forrás. Foglalkoztatás, településfejlesztés, hulladékgazdálkodás csak néhány program, amelyben jelentős fejlesztéseket végzett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat. Az egyik legfontosabb beruházása a közelmúltban Nyíregyházán átadott optikai válogató kialakítása volt. 2024-ben szervezeti átalakítás kezdődik a települési önkormányzatokkal együtt, a terület fejlesztési és közigazgatási minisztérium égisze alatt végzi majd feladatait a vármegyei vezetés. Decemberben mutatták be a korszerűsített Vámosatyai református templomot a nagyközönségnek. Történelmi emlékhelyek, utak, oktatási, nevelési intézmények is megújultak 2023-ban Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az elmúlt évek világpolitikai eseményei nagyban megnehezítették a vármegyei önkormányzat gazdálkodását, fontos eredmény azonban, hogy a nehézségek ellenére a tervek szerint haladta terület és település fejlesztés feladata. Azt a feladatot, amit kitűztünk magunk elé, hogy a TOP plusz végrehajtását elkezdjük, azt sikeresen abszolváltuk, hiszen már adtunk át TOP pluszos beruházásokat is. Emlékezetes, hogy a TOP plusznak a forrás kerete a következő 7 évre Nyíregyházával együtt több mint 166 milliárd forint, ebből 81 milliárd forint már lekötésre került, több mint 215 pályázatot eredményesnek ítélt a vármegyei önkormányzat, és a támogatási szerződések is megkötésre kerültek. Statisztikák szerint 2023-ban 60 ezerrel volt több a munkavállalók száma Szabolcs-Szatmár-Beregben, mint 10 évvel korábban. Ezzel szemben jelentős a munkaerő hiány a térségben. A foglalkoztatottság növelése a munkaerőpiaci szereplők összefogása érdekében komplex programot indította a vármegyei önkormányzat, melynek alapvető célja a helyi munkavállalók helyzetbe hozása. Úgy látjuk, hogy a foglalkoztató igényei már inkább a képzésre, továbbképzésre, átképzésre vonatkoznak. Ez ügyben munkacsoportok alakultak a nagy foglalkoztatókkal közösen, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk a rendelkezésre álló munkaerő tartalékot átképezni, továbbképezni, hiszen a vármegyében már leginkább a munkaerő hiány okoz gondot, nem pedig a munkanélküliség.
ez egy-két éves jelenség, és hát látjuk a további ipari betelepülőket, mint Nyíregyházán, mint pedig a decentrumoknak, azoknak a foglalkoztatási igényeit, tehát ezekre fel kell készülnünk. 7%-os még a vármegyében a munkanélküliség, persze nagyon szórt ez az adat, hiszen Nyíregyházán 3% is vannak olyan térségek, ahol még ez azért 10% fölött van. A közfoglalkoztatáshoz jelentősen visszaszorult, ez nagyon örvendetes, és az elsődleges munkaerőpiacra igyekszünk az embereket eljuttatni. 2023-ban a vármegye szervezetei jelentős hulladékgazdálkodási fejlesztéseket valósítottak meg. A Tisza ETT kezdeményezésére Kárpátalján hiánypótló beruházásként szilárd hulladéklerakó épült, míg a szabolcs-szatmár-beregi önkormányzatok által életre hívott hulladékgazdálkodási társulás Nagyecseden, Kisvárdán és Nyíregyházán fejlesztette hulladéklerakó telepeit. Jelentős beruházás valósultott meg a Szabolcs-Szatmár-Beregi megyei hulladékgazdálkodási társulás is ebben az évben. Átadásra került egy 7,5 milliárdos beruházási program évvégén, amelynek Nagyecsed, Kisvárda és Nyíregyháza volt a célterülete. Kiemelném a nyíregyházi beruházást, 6 optikai válogatóberendezést sikerült beindítani, amelynek eredményeképpen a hulladékból kinyerhető nyersanyag áram az fokozódni fog, nagyobb mértékben tudjuk hasznosítani újra a hulladékot, és nem mellesleg kevesebb hulladék kerül a lerakóinkra, amelynek eredményeképpen meg tudjuk hosszabbítani az élettartamukat, és így gazdaságosabban tudjuk működtetni a hulladékgazdálkodási rendszert. Az egyik legalacsonyabb díjjal dolgozunk az országban. A lakosság nem fogja érzékelni, vagy nem érzékeli, de koncesziós program keretében a MOL-nak a leányvállalata látja el jövőben ezt a közszolgáltatást, nem is önkormányzati feladat immár, viszont a vagyontárgyak, amelyek a beruházások során képződtek, azok változatlanul a társulás tulajdonát képezik, és bérbeadjuk az eszközöket a MOL-nak, a bérbeadásból pedig további beruházásokat tervezünk, például hulladékszállító járművek beszerzését, és hát ha szükséges, ha feltétlenül szükséges, akkor jövőben újabb lerakók építését is tervezünk. Jelentős, a lakosságot azonban kevésbé érintő változás kezdődik 2024-ben. Átalakul a vármegyei önkormányzat szervezeti felépítése. A szervezet január 1-től a települési önkormányzatokkal egyetemben a Területfejlesztési és Közigazgatási Minisztérium égisze alatt végzi majd feladatait. Az ipari szegmens gazdasági növekedése és a fiatalok helyben tartása egyaránt fontos célkitűzése a Nyírbátori önkormányzatnak 2024-re. A városvezetés éppen ezért szorosabb együttműködést alakít ki a vállalatokkal és folytatja a bérlakásépítő programját is. A városi rangját 50 éve visszakapó településen folyamatosak lesznek a fejlesztések a következő hónapokban. A Top Plus-ban elnyert pályázatoknak köszönhetően 10 beruházás valósul meg, több mint 4 milliárd forint értékben. Nyírbátor a kétszer született város. Ezt a címet kapta az önkormányzat által készített kötet, amely olyan eseményeket, programokat, fényképeket, történeteket tartalmaz az elmúlt 50 évről, amely meghatározó volt a település életében. Nyírbátor éppen 5 évtizede 1973. áprilisában kapta vissza városi rangját. A jubileumhoz kapcsolódóan összesen több mint 100 rendezvényt tartottak idén. Egészen az adventi időszakig folyamatosan nagyon sok rendezvénnyel, különböző sporteseményekkel, kulturális eseményekkel, hivatalos ünnepségekkel, díjátadó ünnepségekkel ünnepeltünk. Nagyjából 100 rendezvény volt, ami az 50 éves évfordulóhoz kapcsolódott, és én azt gondolom, hogy mindenkinek volt lehetősége kortól, nemtől, érdeklődési körtől függetlenül bekapcsolódni ebbe a városi ünnepség sorozatba. Máté Antal hozzátette, az év első részében sikerült stabilan tartani a város gazdasági helyzetét, így saját forrásból is valósultak meg beruházások. Pályázati támogatásokból turisztikai fejlesztések is elkészültek 2023-ban, az önkormányzat pedig már az újonnan induló felhívásokra is sikeresen pályázott. Ami a legfontosabb volt, hogy gyakorlatilag a Top Plus pályázatokból az önkormányzat mind a 10 pályázatát, amit benyújtott, azt megnyerte,
így elindulhatott ezeknek az uniós programoknak az előkészítése. Ebből az első beruházás már idén egy óvoda teljes felújítása be is fejeződött, át is adtuk pár nappal ezelőtt. A másik 9 beruházásból is már 4-ben vállalkozási szerződést kötöttünk, és a többi is már a közbeszerzés szakaszában tart. Terveink szerint 2024 őszére mind a 10 uniós pályázat befejeződik. Ez azért fontos, mert körülbelül 4 milliárd forint fejlesztés jelent a városnak, ami rendkívül magas, és nagyon örülünk neki. A városvezetés kiemelt célja, hogy fenntartsa az ipari-gazdasági növekedést, ehhez szorosabb együttműködést terveznek a vállalatokkal. A bérlakás program folytatásával pedig egyrészt a cégek munkaerő hozzájutását, másrészt a nyírbátori fiatalok helyben tartását próbálják elősegíteni. Mi a munkaerő biztosítása szempontjából az két nagyon fontos célterületet látunk. Az egyik az, hogy javítani kell a fiatalok helyzetét, a legfontosabb, hogy helyben tudjuk tartani a Nyírbátorban és a környéken élő fiatalokat, ezért tovább folytatjuk a bérlakás programunkat, mert ebben hiszünk, hogy ha tudunk a nyírbátori fiataloknak lakást biztosítani, könnyebben vagy bátrabban mernek Nyírbátorban maradni és minket választani. Ez az egyik nagyon fontos dolog, és a másik a cégekkel egy nagyon szoros együttműködés a technológia fejlesztés területén. Szerencsére olyan vállalataink vannak, akik ebben partnerek. Magyarul, hogy a kapacitások, a növekedés az úgy legyen biztosítható, hogy az most már egyre inkább kevesebb létszámnövekedéssel járjon, és azok a dolgozók, akik a rendszerben vannak, akik a gyárakban dolgoznak, ők inkább nagyobb hozzáadott értékkel, magasabb fizetésért tudjanak dolgozni. A polgármester hozzátette, folyamatban van egy idős lakópark kialakítása is Nyírbátorban. Itt 21. századi alacsony fenntartású lakásokat vehetnek igénybe a helyi és környékbeli időskorúak. Ezzel azt is elő tudják segíteni, hogy a család alapítás előtt álló fiatalok kedvező báron jussanak hozzá ingatlanhoz, amelyet aztán felújíthatnak. Sok munkát adott 2023-ban is a Magyar Vöröskereszt vármegyei munkatársainak és önkénteseinek az orosz-ukrán háború elől menekülők támogatása. Nem csak adományokkal, de szállással, munkalehetőséggel és képzéssel is segítik őket. A menekültek segítése mellett a hagyományos tevékenységeik, például a véradások lebonyolítása is megfelelően volt szervezve, mondta a Vöröskereszt vármegyei elnöke Gurály Edina 35 perc című műsorunkban. Soha nem látott számban érkeztek Ukrajnából menekültek 2022 tavaszán a vármegyébe. Támogatásokat többek között a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete vállalta magára. Ez a feladat még 2023-ban is több önkéntesnek adott munkát, mondta a Vöröskereszt vármegyei elnöke. Ez részben azt jelenti, hogy akik hosszabb távon is itt képzelik el most az életüket, nyilván itt a nyelvi nehézségeknek a leküzdése egy nagyon fontos feladat. Több helyszínen tartunk nyelvórákat, gyerekeknek is, felnőtteknek is. Ugye a gyerekeknek az iskolai integráció elengedhetetlen feltétele az, hogy magyarul jól tudjanak, hogy az iskolában a képességeiknek megfelelően tudjanak teljesíteni, a felnőtteknek pedig a munkavállalásnak egy alapvető feltétele az, hogy a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket megtámogassuk, akár azzal is, hogy a nyelvi készségeiket fejlesztjük. Emellett próbáljuk őket a helyi közösségbe bevonni, illetve a saját szokásaikat is megtartani, és olyan foglalkozásokat, olyan csoportfoglalkozásokat szervezünk nekik, ahol a nehézségeikről is tudnak beszélni, ezzel együtt egy pszichoszociális támogatást is nyújtunk. Tehát nagyon vegyes a feladat, amit ellátunk, mert a legegyszerűbb adományosztástól kezdve az ő integrációjuk komplex megvalósításán át, ebben nagyon sok minden belefér, és ezt a nagyon sok mindenféle feladatot továbbra is szervezzük. A menekültek támogatása mellett hagyományos tevékenységeiket is elvégezték 2023-ban. A véradások szervezését most új rendszerben valósították meg. Jól sikerült teljesítenünk a tervet, nagyon sokat dolgoztak ezen a kollégák, ebben az évben átszerveztük a véradásoknak a metódusát, nagyobb helyszíneket szerveztünk le, tehát mindig vannak nagyobb városi véradások, Fehérgyarmaton, Mátészalkán, Kisvárdán, Vásárosnaményban,
próbáljuk ezekre a városi véradásokra megszólítani a környező kisebb településeknek a véradóit is. Próbáljuk úgy szervezni, hogy az alkalmak száma se csökkenjen, de a véradói kedv is megmaradjon, és ebben próbálunk egyfajta egyensúlyt teremteni, hogy az országos vérellátó szolgálat kapacitása, illetve a mi kapacitásunk a lehető legjobban legyen kihasználva. Mi egész évben nagyon sokat dolgozunk azon, hogy meglegyen a megfelelő donor utánpótlás, hiszen a véradások azok nem lehetnek sikeresek akkor, hogyha a véradó donorokat nem jól, nem a megfelelő módon szólítjuk meg, ha nem tudjuk őket elérni. Ezért telefonon is felhívták azokat a donorokat, akikre minden alkalommal lehet számítani. A karácsonyi jótékonysági akciókban is szerepet vállalt 2023-ban a Magyar Vöröskereszt. Az MB2-es tabella élén tölti a téli szünetet a Nyíregyháza Spartakusz. Timár Krisztián együttese 13 győzelem mellett 4 döntetlent játszott és egyszer szenvedett vereséget. A Spari január 3-án kezdi el a felkészülést, az első tavaszi fordulóban, február 11-én pedig a Budapest Honvédhoz utazik az éllovas. Új vezetőedzővel, új szakmai stábbal és alaposan átalakított játékos kerettel vágott neki a bajnokságnak az előző szezonban csak osztályozón bennmaradó Nyíregyháza. Az első 4 fordulóban 1 győzelem mellett 3 döntetlent játszott a csapat, aztán sorra következtek a 3 pontos meccsek. A 12. fordulóban a Vasas ellen jött az első vereség, aztán viszont a hátralévő 6 őszi meccsét megnyerte a Spari, amely így az élen tölti a téli szünetet. Ez azért minden várakozást felülmúlt, de nagyon örülünk neki, és büszkék vagyunk rá, mert azért így végigélve az, hogy honnan indultunk, és hogy milyen kemény munkát rakott bele a stáb és a csapat is, azt gondolom, hogy nagyon büszkeséggel tölt minket el ez, hogy ez így állunk jelenleg a tabellán. Azt gondolom, hogy talán nem érdemtelenül, mert ugye nagyon sokat tettünk érte, és azért sok mérkőzés sikerült megnyernünk, és talán az is bejött, hogy azért szinte mindenkinek a dolgát nem csak hogy megnehezítettük, sok csapatnak ugye lehetetlen megoldást nyújtottunk, hogy legyőzzön minket egyelőre. Ezen az úton szeretnénk maradni mindenféleképpen, mert ugye ez lesz a nehéz, hogy ezt a szintet fönntartani, mert igazából nem értékeljük olyan szempontból túl, hogy most egy nyilván boldogok vagyunk, meg örülünk neki, hogy itt a szünet előtt így állunk, meg mi zárjuk, úgy zártuk ezt az évet, hogy mi vagyunk az élen, de viszont egy nagyon kevény tavaszi időszak előtt állunk, amire szeretnénk megfelelően felkészülni, és tudjuk, hogy az vízválasztó lesz, meg komoly céljaink vannak, és azt is hasonló jól szeretnénk tudni megoldani. A vezetőedző szerint a motiváció, a fegyelem és a sikeréség áll a várakozáson felüli őszi szereplés hátterében. Én azt gondolom, hogy annak köszönhető, hogy amit az elején a nyári időszakban fölállítottunk, elvárási szintet, egy munkamorált, egy munka közösséget, és amit a játékosok elkezdtek munkát, ebben nem volt lanyhulás. Szóval a játékosok végig, sőt, fokozatosan együtt dolgoztunk, ez nőtt és nőtt, és ahogy jöttek a mérkőzések, egyre minőségibb volt a csapatjátékunk is. Annak köszönhető, hogy a játékosok végig motiváltak maradtak, a rend és a fegyelem végig megmaradt az öltözőn belül, és tényleg ahogy mentünk a mérkőzés, egyre sikeresebb lett a társaság. Én azt gondolom, hogy ez volt a kulcs, és az, hogy a játékosok tényleg mindig megpróbáltak mindent megtenni, azt, amit a szakmai stáb vagy a vezetőedző kért. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a csapat és a edzői stáb között nagyon megfelelő a kémia, tudják, hogy mit szeretnénk, tudják, hogy mi az elvárási szint, és ez azt gondolom, hogy így jól működött. A Nyíregyháza 42 gólt lőtt, és 15-öt kapott 18 mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy az jellemző volt ránk talán az egész fél szezonban, hogy próbáltunk ugye dominálni a játékot, és hogy sok helyzetet alakítottunk ki, és ez tényleg így van, hogy ugye korábban talán többször is nyilatkoztam, hogy a helyzet kihasználásunkon kell változtatni. Ez itt a végére úgy jött ki, hogy továbbra is sok helyzetünk volt, és sok helyzet ki is maradt, de viszont sokat be is rúgtunk, és ennek kifejezetten örülök.
ezen továbbra is dolgozunk, továbbra is csiszoljuk ezt a részét. Most itt ez az utolsó mérkőzés is kívülről magabiztosnak tűnhet, de azért ez nem volt annyira az egyszerű történet. Más, amikor jó talajon kell játszani, más ugye egy játékképe, amikor ugye már ilyen sárosabb, vagy ilyen fagyott talajon kell játszani. Próbáljuk mindenre a játékosokat, meg a csapatot felkészíteni, és ahogy említettem, erre vevő ez a csapat, ez a közösség, és ugyanígy kell továbbra is csinálnunk. A Spari január 3-án kezdi el a felkészülést, először hazai környezetben, majd törökországi edzőtáborba utazik a csapat. A február 11-én esedékes tavaszi rajton a Honvéd otthonában lép pályára Tímár Krisztián együttese. December 25-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk majd. További kellemes ünneplést kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Kedden gyengén és erősen felhős területek, időszakok egyaránt lehetnek országszerte, helyenként előfordulhat vegyes halmaz állapotú csapadék, sok helyütt megerősödik az északnyugati-nyugati szél. Napközben 6-8 fokot mérhetünk.